Több láp és mocsár is található a nyírségi és beregi területeken, amelyek különösen érzékenyek a környezet változásaira. Sérülékeny fajok együttesének biztosítanak élőhelyet, amelyek kénytelenek reagálni a felgyorsult éghajlatváltozásra, jelezve bajban vannak. Ezek között vannak olyan több ezer éves fajok, amelyek nem csak hazánkban egyedülállók, az Európai Unióban máshol sem nagyon fordulnak elő, azott el a 35 percben. Növényekre gondolok, vidrafű, a különböző páfrányok közül, mondjuk a tőzeg páfrányt említeném, vagy a tőzeg áfonya, tőzegeper, vagy a gyapjusás, ezek mind olyan fajok, amik máshol nem fordulnak, ők hideg, kifejezetten hűvös mikroklimához kötődnek. Azért tudtak fennmaradni, mert a vízpótlása eddig megoldott volt ezeknek a területeknek. Most a változó környezeti feltételek hatására ez a vízpótlás csak mesterséges úton valósítható meg, ezen dolgozunk. A Nemzeti Park igazgatóságának célja megfelelő kezeléseket végezni ezeken a területeken, hogy ezek a fajok hosszú távon megőrizhetőek legyenek. Ezt szolgálja mostani projektjük is, amely Tiszakürt mellett megyénben három helyszínen zajlik, Kálóseméni, Beregdaróci és Csarodai tavak környékét érintve. Ezek a vízes élőhelyek ugyanakkor kialakulásuk miatt különböznek egymástól. A szakember a megvalósítandó feladatokról is beszélt a műsorban. Csővezetékeket cserélünk, kutakat, szivattyúkat újítunk fel, biztosítjuk azt, hogy esetleg egy üzemzavar esetén is tudjuk azt a vízmennyiséget a lábra juttatni, ami szükséges a fennmaradásához. Nagyon fontos ez egy ilyen időszakban, nyáron, mikor 30-35 fokok vannak, nagyon gyorsan sérülékenyé válhatnak ezek a tőzegmohás lápok. Hogyha ezek a kutak elavultak, nem úgy működnek, nem annyi vizet termelnek ki, ez mind-mind veszélyeztető tényező. Az 1 milliárd forintos program a tervek szerint 2022 közepéig befejeződik, mint a szakember elmondta, jó ütemben haladnak a feladatok elvégzésével.